Lázár János kihívója lett az a makói gimnázium igazgató, akinek vezetői megbízatását nem támogatta a minisztérium. Az emmi államtitkára személyesen gratulált több száz iskola igazgató kinevezéséhez. Az igazgatói pályázatok elbírálását egyébként országos viták kísérték. Szakmai szervezetek szerint ugyanis legalább egy tucatnyi iskolában nem a közösség által támogatott jelölt nyerte el az intézmény vezetői posztot. Vitathatatlanul jó az irány az oktatásban, az emmi államtitkára szerint. Palkovics László több száz iskola igazgatót bátorított lehetőségeik kibontakoztatására. Az irány jó, az eszközök és a források rendelkezésre állnak, támogatásunkat maguk mögött érezhetik, azonban a helyi és intézményi igényekre önöknek, iskolaigazgatóknak kell megtalálnunk a válaszokat. A Barcsi Gimnázium igazgatója megfelelőnek tartja a feltételeket a munkához. Az általános iskolából kikerülő diákok tudásának színvonalával azonban korán sem elégedett. Megyes a kép, ugyanis a Barcsi Gimnázium igazából egy hátrányos helyzetű térségben, járásban fekszik, tehát meg kell harcolnunk a gyerekekért. Csokor Rékát támogatták kollégái. Több helyen az országban azonban szülői tiltakozás kísérte a pályázatok elbírálását. Szakmai szervezetek is kifogásolták, hogy a minisztérium indoklás nélkül olyan iskola igazgatóktól vált meg, akiket a helyi közösség és a tantestület is támogatott. Alapvetően ezek az igazgatók, olyan alárendelt szerepet töltenek be a tankeretekkel kapcsolatban, illetve az államhatalommal szemben, aminek, hogyha nem felelnek meg, akkor egyik pillanatra a másikra gyakorlatilag indoklás nélkül el tudják őket távolítani. A makói gimnázium eddig igazgatójának a helyi képviselőtestület tett keresztbe. Az MSZP miniszterelnök jelöltje mellé állt. Bejelentette, Rója István Lázár János kihívója lesz a jövő évi választáson. Rója István igazgató úr, ebben a térségben közismert és az elmúlt hetek eseményei alapján azt gondolom, hogy nem túlzás azt állítani, hogy valódi szimbólum lett. A volt iskolaigazgató igent mondott a szocialistáknak. Úgy éreztem, hogy nagyon ránk telepedett a politika. Rója István nem tart a miniszterelnökséget vezető minisztertől. A napokban megválaszolta és visszautasította Lázár Jánosnak azt a kijelentését is, miszerint a makói gimnázium színvonala csökkent az utóbbi években. Ő is csak egy szavazatot ér, ő is csak egy ember, egy gyomra van, neki is adni kell minden nap, ugyanolyan ember, mint mi. Most a helyzete olyan, amilyen, azt szeretnénk, ha ez megváltozna. A képviselőjelölt egyébként a következő tanévben is a gimnázium tanára marad.